Jelentős számban érkeztek érdeklődők pénteken délelőtt a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol a Mentális Egészség Világnapja alkalmából gyűltek össze. Kertész Ágnes, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa azt mondta, idén a férfi és női szerepek változásának témája lett előtérbe helyezve. Nem mindig sikerül jól ez a változás követés, az alkalmazkodás, megjelennek a szenvedélybetegségek, és gyakorlatilag a szakmai napunkan is több féleképpen érintjük a szenvedély kérdését, szenvedélybetegségeknek a kérdését az alkohol probléma, illetve a dohányzás mentén. A doktornő kitért arra is, hogy ezek a változások milyen okokra vezethetőek vissza. Az ipari forradalom egyenes következménye volt az első világháború, ami a nőket a korábbi tradicionális nőszerepekből teljes egészében kibillentette, és gyakorlatilag férfi munkásként kellett a háborúban dolgozniuk, családokat fenntartani, és azt gondolom, hogy a jelentősebb változások innen indultak, hogy a munkahelyeken, az irodákban, a tudományban is megjelentek a nők. A Pszichológiai Kultúra Hete október 9-én indult egy kiállítással a pszichiátriai betegek munkáiból, majd szerdán és csütörtökön különböző előadásokkal folytatódott. A záró szakmai napon az említett előadássorozat majd délutántól Kreatív Színház várta a vendégeket.